A Kossuth Lajos általános iskola előtt gyülekező lelkes gyermekeken nem múlt. Őket még a szállingózó hó sem zavarta. Mindent megtettek, hogy nagy zaj csapjanak és előzzék a telet. A farsangi felvonuláson negyedikes diákok és kísérőik vettek részt. Ők egy farsangi műsorral is készültek. Ez ilyen előindító, ilyen 3 perces kis műsorka, és a farsangról szól. Sok szereplőt kellett összegyűjteni a játékos produkcióhoz. A farsangon vannak angyalok, ördögök, meg a karnevál hercegnő, meg a karnevál királyfi, és meg a bohócok. És hogy őket így előadunk egy ilyen kis műsort, egy táncos, énekes műsort. Állarcban, jelmezben közösen sétáltak el a résztvevők a Fanta villába, hogy ott a Kossuth Lajos és a Zentai úti általános iskolából érkezők közösen részesei legyenek az első öreghegyi karneválnak. A Mártonnapi lámpás felvonulásunk ugyanebben a rendszerben nagyon jól sikerült. Az ott részvevő szülők és gyerekek szinte követelték, hogy legyen folytatása. Mártonnap előtt megtartjuk a farsangot. Két iskolára számítunk, a Kossuth és a Zentai iskolára, ahonnan indul egy-egy felvonuló tömeg. Már a közösségi házban járunk, és láthatjuk a műsort, amelyre a negyedikesek készültek. Itt már szép számú szülő és az öreghegyi nyugdíjas klub tagjai is várták a kis jelmezeseket. A farsangi mulatság keretében karnevál herceget választottak, aki kijelölte az ő hercegnőjét is. A legfontosabb azonban a vidám hangulat és a sok színes ötletes jelmez volt, melynek viselői egy önfeled délután tölthettek el együtt, és amelyet a nyugdíjasok által készített uzsonna zárt.